Egy igazi, fantasztikus kívánság teljesítése következik a Nemzeti Sportcsarnokból. Mutatkozzá be, hogy hívnak? Német András. Honnan jöttetek? Budapestről. Csepeliek vagytok. Mi a raj neve? Sajtkukac. Sajtkukac raj. Hát mi a kívánságotok? Szeretnénk találkozni a világ egyik legerősebb emberével. Szeretnénk, ha négyünket egyszerre megpróbálna felemelni. Hát Zaharovics, a híres szovjet súlyemelő többszörös világbajnok vállalta, hogy teljesíti a kívánságotokat. Hát akkor most egy óriási produkció következik. Zaharovics, a súlyzó és a gyerekek. Hát tessék! Megkérem Dobor Dezsőt, hogy közvetítse ezt a világra szóló eseményt. Jurij Zaharovics tehát ott a dobogó közepén egy egészen szokatlan pozícióban, 24 éves, ő 10 éves kora óta foglalkozik súlyemeléssel, és most a csepeli sajtkukacokat emeli föl, az egyik oldalon három kisfiú, a bal oldalon 81 kiló, a másikon pedig 82 kiló súly, és Zaharovics vállalta ezt a mókát a sajtkukacok kedvéért, fölemelte őket, nem akármilyen gyakorlat volt tehát ez a részéről. Egyébként Jurij Zaharovics a versenyek előtt az izgalmakat krimi olvasással szokta levezetni, hát nem tudom most olvasott-e valamiféle krimit, minden esetre elég nyugodt a két-két kisfiúval a súlyzó szélén, és az a bizonyos zaharovicsi mosoly most is megjelenik az arcán. Nagyon becsvágyó fiatalember Zaharovics, aki háromszoros Európa-bajnok és kétszeres világbajnok, sokszoros világcsúcstartó. Vajon melyik kisfiú gondolt arra, hogy egyszer majd őt kéri föl a világban valaki, egy súlyemelés versenyszervezője ilyen mókára?